Elérkezett az idő, hogy felszedjük az első adag zsákos krumplit. Mint látható, mindjárt leszakad az ég, úgyhogy pár zsákot fogok csak kiborítani, meglátjuk, mennyi van benne. Viszont nem is kell egyszerre felszednünk az összes zsákot, mert tökéletesen eláll a krumpli még jó pár hétig ezekben a zsákokban. Én persze jól összekevertem a zsákokat, ahogy tettem őket jobbra-balra, hogy elférjek ott hátul a babérmegysor mellett. Próbálom úgy összeválogatni, hogy mindegyik fajtából borítsak ki, meglássuk, mennyi van alatta. Aztán, ha végeztem, szedek egy kis rozmaringot, és szépen megy be a sütőbe a krumpli rozmaringágakkal, és úgy fogom enni. Imádom a frissen szedett burgonyát rajta rozmaringágakkal, meg van sütve, semmi más nem kell hozzá, csak így magába eszi az ember. Itt vannak a krumplis zsákok, most négyet fogok felszedni, szerencsére esett az eső, úgyhogy jó nehezek. Na mindegy, ezt a négyet azért kiviszem kettesével, és az első, amit csinálunk, az az, hogy kiszedjük belőle majd az elszáradt növényi részeket, utána pedig szépen kiborítjuk őket. Aztán jöhet a csipegetés, egy igazi kincskeresés ez a folyamat. Egyébként meglátjuk, hogy mennyi krumpli van az egyes zsákokban. Ez a második zsák. Én a magaságyások töltésére használom a földet, ami benne van ezekben a zsákokban, de visszatehetjük a zsákokba is őket, és simán újra használhatjuk az adott földet az adott zsákban. Annyi a titok, hogy szerves trágyával fel kell javítanunk majd a földet. Itt már a negyedik zsákot borítottam, és kezdtem el szedni belőle a burgonyát. Ez a sárga fajtájú, ez egyébként a leginkább alkalmas sütésre. A lila burgonyából még nem próbáltam semmit sütni, kíváncsi vagyok, milyen lesz. 5 zsák? Ennyi krumpli jött ki belőle, semmi más nem kellett csinálnom, csak eldugdostam a kicsirázott krumplit, néha kicsit meglocsoltam, ha jobb lett volna az időjárás, lehet több krumpli jött volna ki ezekből a zsákokból, de egy evésre 2 főnek bőven elég, de akár 4 főnek is bőven elég ennyi krumpli, úgyhogy most vágom a rozmaringot, viszem be, mosom a krumplit, megy be a sütőbe, és eszek egy jót a friss krumpliból, amit én termesztettem. Ez kicsirázott szupermarketes krumpli volt, ha vetőburgonyával próbálkozunk, nagyobb lesz a termés mennyisége, de otthon termesztésre tökéletes ez is.